Folytatjuk tovább a délelőttöt, méghozzá, hogy az előbb is említettem, a Műcsarnok kamara termébe fogunk látogatni, ahol Szabó Rékának az Idő rögzíthető című kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. Erről beszélgetünk most. Itt van már velem a stúdióban Tulipán Zsuzsanna, a kiállítás egyik kurátora. Jó reggelt kívánok, én is szeretettel köszöntöm. Talán kezdjük Rékának a bemutatásával, ki is ő pontosan a fiatal művészek közé tartozik. Igen, azt lehet mondani, 1986-ban született, tehát most már lehet, hogy a közép generációhoz tartozónak mondanám. 2013-ban végzett, akkor kapott mesterdiplomát a Párciumi Keresztény Egyetemen. Előtte is képzőművészeti tanulmányokat folytatott. Tulajdonképpen Gyergyószárhegyen belenőtt a művészetbe. Gyergyószárhegy az a hely, ahol közel 40 éve rendeznek művésztelepeket, még a mai napig is. Közben Erdély szerte más jelentős művésztelepek is kialakultak. De gyakorlatilag Réka gyerekkora óta belenőtt abba, hogy művészeti közegben van. Csíkszeredára járt középiskolába, ott is művészeti liceumba, grafika szakos. Aztán pedig Nagyváradra került, és itt 6 éven keresztül először BA képzés, aztán mesterképzést végzett. A mestermunkája egy grafikai terv, egy különös alkotás, egy könyvterv. Madách Imre ember tragédiáját alkotta meg, 2 éven keresztül dolgozott rajta, és tulajdonképpen ez egy szobornak minősül, több díjat is nyert vele. Azért az nem semmi, én ezt nem tudtam róla, hogy ez volt a diploma munkája, de azért itt elég komoly és nagy elődök voltak előtte, akik hasonló témában alkottak. Igen, igen. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt számára, még ezt elkészítette. Aztán eltért attól, hogy a szöveget követni lehessen, tulajdonképpen ez egy művészkönyv. Így nem a tartalma az, amit az ember kifejezetten követni tud, hanem maga a tárgy. Azt mondtad, hogy Réka belenőtt ebbe a művészeti életbe, a művészségbe. Mennyire őrzi az autentikus, a hagyományos művészetet az erdélyi származása miatt, kérdezem igazán? Erdélyben, Gyergyószárhegyen és más művésztelepeken is nagyon jellemző a természetben való dolgozás, és a hagyományos anyagok, eszközök alkalmazása, felhasználása. Az ő munkásságára is jellemző ez, nagyon szívesen nyúl régi tárgyakhoz, akár dagasztóteknőhöz, vagy egy szövőszékhez, akár a lisztet állandóan használja, visszatérő anyaga a művészetének. De jellemző rá, hogy szeret efemer dolgokkal foglalkozni, amik kötődnek a múlthoz, de igazából eltörölhetők, vissza lehet hozni őket, és más felhasználásban megmutatni. Milyen művészeti ágba lehetne besorolni mondjuk Rékát? Réka így az évek során nagyon sok rezidencia programon vett részt, általában természetművészeti nemzetközi rezidencia programokon, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ő természetművész, de emellett grafikus művész, designer, ez meg is látszik a munkáin. Mindegyik munkájában, különösen, hát ha valaki majd megnézi a Műcsarnok kamara termében az Idő rögzíthető című kiállítást, ami egy nagyon visszafogott installáció, de kifejezetten érzékelhető benne Rékának a grafikus szemlélete. Nézzük meg, én már a természetművészetnél leragadtam, amikor említetted, mit jelent ez? Én még soha nem hallottam korábban ilyet, hogy természetművészet. A természetművészeti, 2016-ban a Műcsarnokban rendeztünk egy nagy természetművészeti kiállítást, amely egy nemzetközi kiállítás volt. Nagyon sok külföldi kiállító és magyar kiállító is, és történelmi visszatekintést is be tudtunk mutatni. Ez hosszú évekre visszamegy már a természetművészet, tulajdonképpen a 60-as évek elejétől beszélhetünk róla. A magyar alkotók közül is, például Bukta Imre, aki nagyon szívesen alkot a természetben, hoz létre olyan installációkat, aminek köze van a környezetünkhöz, a földhöz, a terekhez. Réka munkái általában kültéren valósulnak meg. Tulajdonképpen ez az 5. olyan kiállítás, amelyik
falak között működik, és periópál kiállításon részt vett. Egyéni kiállítása ez az ötödik, de csoportos kiállításai szép számmal voltak erdélyszerte, főleg és külföldön, legutóbb 2017-ben Dél-Koreában vett részt egy nemzetközi rezidencia programomon, amelyek mindig egy nagy kiállítással zárulnak. Nézzük meg még a Lisztnek a motívumát. Én az interneten keresgélve rábukkantam korábbi kiállításainak a fotóira, és tényleg ezek a dagasztóteknők, lisztek, különböző motívumok a földön Liszt berajzolva. Fantasztikus, hogy egyrészt milyen türelmet igényel, másrészt pedig mennyire múlandó az a kiállítás, mert hogy mi történik ott a kiállítás bezárását követően, hát felsöprik a Lisztet, vagy hogy kell ezt elképzelni? A tárgynak az élete az érdekes, tehát a létrejötte is már, a megfogalmazódása, hogy kitalálja a réka, hogy mi legyen az, amit megalkot Lisztből. Ez az alkotói folyamat mindig egy fontos momentum az ő művészetének. Ott kezdődik minden, hogy részt vesz valamilyen, benne van egy térben, és abban a térben találja ki, hogy mi lesz az, amit majd megalkot, és amit a látogatók számára közérthetővé tesz. A Liszt ilyen szempontból valóban egy múlandó anyag, ez a materiális, immateriális viszony, ez is nagyon érdekes, hogy egy dolog, amit létrehozom, ami aztán elmúlik. Az összes installációs elem tulajdonképpen úgy fog lebomlani, hogy nem tudjuk eltenni az utókornak, mert nem marad meg. Hát mondjuk fotókon meg lehet őrizni. Itt Elődeink új lenyomatai címmel is van egy részlet, a kiállítás. Ez egy korábbi kiállításom volt, az Elődeink új lenyomatai. Itt én most csak puskázom a kis kiadványotokból. Nehéz volt a dolgunk az információs anyagok összeállításában, hiszen ez a kiállítás akkor valósul meg, a megnyitó előtt néhány nappal épül fel, tehát a képi anyagokat korábbi kiállításokról tudtuk elcsenni, illetve a terveket tudtuk ismertetni. De visszatérőek ezek a motívumok, tehát az Elődeink új lenyomatai. Itt nem kapott külön címet a Liszt munkahely, tulajdonképpen az installáció elemei, az a fénynek a megkötéséből áll, a napfoltoknak a felrajzolásából Liszttel, illetve ebben a Liszt alapban egy napmotívumot rajzolt ki Réka, a déd nagymamájának egy csipketerítőjével. Itt is mindig visszanyúl egyébként a családi relikviákhoz is, a családban megmaradt tárgyakhoz nagyon szívesen, és a helyjel is, mint a műcsarnokban meglévő, most jelenleg is nyitva tartó népművészeti szalonra is próbál ezzel utalni, de az ő munkáiban mindig nagyon fontos szerepet kapnak a családjának a tárgyai, illetve a hagyományos népművészeti tárgyak. Igen, de itt van olyan minta is, amit gondolom ő rajzolt. Igen. Szabad kézzel az ujjaival. Természetesen a ezek újraértelmezések. Tehát de az is olyan, úgy tűnik így első ránézésre, vagy mondjuk kicsit messziről nézve, vagy mondjuk így a fotót nézve, mintha tényleg egy ilyen csipke motívum lenne, vagy nagyon finom motívumok. Igen. Ezek. Igen, ez nagyon precíz és nagyon aprólékos. Az összes munkája úgy épül fel, hogy nagyon hosszan tart a folyamat, mert rendkívül lassú, amíg mondjuk például itt, ahogy említettem, a fényt köti meg, ez most egy ilyen metaforikus kifejezés, de tulajdonképpen cérna szálakkal kötötte meg az ablakon beáradó napfényt, amelyet megfigyelt, hogy hova vetül az árnyéka, és ebből a cérnaszálakat szépen egyik oldalról a másikra szőve elkészített három ablakon egy ilyen fény installációt. De azért ehhez fantasztikus türelem kell például ezeknek a megalkotásához. Mennyi időt töltött mondjuk ezeknek az elkészítésével Réka? Hát a munkafolyamat az ott kezdődik, hogy kitalálja a tervet, és nagyon hosszan beszéltünk erről, amikor ő még nem is volt Magyarországon.
megpróbáljuk a helynek a sajátosságait átbeszélni vele, hogy mi az, ami megvalósítható, és mi az, ami kevésbé. És általában egy nagyon kész tervvel érkeznek a művészek. Réka is sokkal több elemet gondolt el a térben, de aztán vissza kellett vennünk, mert tulajdonképpen nem erősítették egymást, hanem nehezen tették értelmezhetővé az akkor egész inkább installációt. Kevesebbet kellett megmutatni. Általában, igen, ez nagyon sokszor előfordul, hogy a művész nagyon szeretne több dolgot bemutatni, hiszen lehetősége van rá, de minden egyes tárgy egyfajta aurát képez, és azzal az aurával kell a látogatónak kapcsolatba lépni, amivel kialakul egyfajta kommunikáció, fel kell fogni azt, és meg kell érteni. Ez a kiállítás, ez nagyon lassan bomlik ki, mindig arra ösztönzöm a látogatókat, vagy próbáltuk a feliratokba is ezt érzékeltetni, hogy lassan közelítsék meg a teret, és próbálják felfogni, hogy mi van benn, mert bizonyos elemei kevéssé érzékelhetők azonnal. Egyszerre kell figyelnünk fölfelé, a földre, a lisztmunkákra, és ezekre a fénymegkötésekre. Tehát egyfajta komplexitást igényel, hogy értsük meg, hogy miről van szó. És nem is mindegy, akkor gondolom, hogy milyen napszakban látogatjuk a kiállítást, mert ha itt a fénnyel dolgozik Réka, vagy a fény szerves része a kiállításnak, akkor lehet, hogy reggel más, mint este? Persze, ez mindig így van, reggel más, mint este, de ez adottság, és a fénynek a változékonysága az benne van a munkába. Ha délután jövünk, a délutáni fények azok a legcsodálatosabbak ebben a teremben. Ez egy különleges terme a műcsarnoknak, mert itt 6 darab ablakunk is van. Nem jellemző egy kiállított térre, mert alapvetően falakra van szükségünk, de a kamarateremben 6 ablak van, és ezért is találta ki Réka ezt az installációt, mert szerette volna az ablakot, mint szimbólumot használni, az ablak, amely elválaszt minket a külső tértől, a külső és a belső határán helyezkedik el, egyfajta mediátor, közvetítő a külső és a belső között, és ezt a motivumot is felbontotta, tehát a fény megkötésén és a napfoltokon kívül még látunk egyfajta ablak motívumot, amelyet föntről lógatott le, itt az általános optikai törvényszerűségek nem érvényesülnek, és meg kell találnunk azt, hogy melyik nézőpontból áll nekünk össze a kép. Tehát kicsit kibillent minket az átlagos nézőpontból, abból, amit megszoktunk. Tényleg fantasztikus már maga Rékának a művészete. Én azért tegnap olvasgattam róla, de most egy világ nyílt ki ezáltal a beszélgetés által. Még nem beszéltünk a címről, az idő rögzíthető. Ezt miért választottatok, vagy mit jelent ez pontosan? Mit akar üzenni mondjuk a látogatóknak? Hát ez egy paradoxon, mert valójában az idő, ami múlandó, az nem rögzíthető. Főleg nem liszten. Igen, az árnyékfoltokat rögzítette Réka a cérnaszálakkal, és ez a nyugalmi helyzet egy mulandóságot is jelképez, mert ugyan kirajzolta azt az árnyékot, hogy hova vetül, és oda építette föl a cérna installációt, de ahogy a nap megy, és ahogy múlik az év, ez egyre csúszik el, és látjuk, hogy ha oda sütött benne a nap, hogy mennyire helyezkedik el, tehát hogy mennyire nem rögzíthető az idő, és az egyes elemeknek a címét is úgy határozta meg, hogy pontosan leírta, hogy melyik órában volt ott akkor az árnyék. Tehát ugye játszott ezzel a filozófiai tartalommal, hogy idő, de tulajdonképpen nagyon sok féle megközelítést megenged. Ez az egész, a tér maga, tehát hogy ez egy téri beavatkozás tulajdonképpen, a tér fogalma is napjainkban nagyon fontos. Talán ebben a korban igazából a tér érvényesül, kevéssé az idő, hiszen egyszerre vagyunk több helyen jelen a mindenféle technológiák segítségével. Az egyidejűség és a mellérendeltség ugyanúgy érvényesül. A jelen és a távol és a közel egyszerre megtapasztalható. Tehát hogy a térnek fontos szerepe van, és így az időt is hozzárendelhetjük, de
Azon kívül, hogy mindenféle filozófiai tartalmakat végig gondolhatunk, természettudományos vonalon is elindulhatunk, ugyanakkor az építészet gyakorlati tere az a tér, amiben vagyunk, ahol a mindennapi életünk tere, és ez a lényeg Réka számára, a jelenben levés tulajdonképpen. Ez az, ami elindította a gondolatmenetét, hogy mi az a, mikor vagyunk ott azon a helyen, ahol vagyunk, és akkor mit élünk át. Ez a jelen, a megélt jelen a térben. És el kell menni megnézni a műcsarnokban Réka kiállítását, mert akkor érthetjük meg igazán, hogy most miről is beszélgettünk. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Augusztus 5-ig, akkor van még időnk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.